A vizuális novella nem éppen a legkedveltebb alműfaja a, a kalandjátékoknak. Főleg azok szeretik őket, akik a szabad idejükben sem zárkóznak el egy-egy jó regény vagy novella kiolvasásától, hisz ahogy a nevében is benne van, ez a stílus igazából nem szól másról, mint az olvasásról. De szerény véleményem szerint minden évben akad néhány olyannyira jó sikerült alkotás, amikért érdemes félretenni a műfajjal kapcsolatos előítéleteket, és amelyek abszolút megérdemlik, hogy adjanak nekik egy esét. És itt azt is fontos kiemelni, hogy ahogy a kalandjátékok, ugye a vizuális novellák is átalakultak az évek során, és egyre több valódi játékmenetet építenek beléjük a fejlesztők. Ilyesmire vállalkozott a texasi Hidingsport stúdió is, akiknek volt egy eredeti, kreatívan megírt történetük, amiből valahogy játékot szerettek volna készíteni. A végeredmény pedig egy szemedgyönyörködtető interaktív regény lett Beacon Pines címen. A cselekmény a címben is szereplő Beacon pines játszódik, és már a nyitó jelenetből érezni lehet, hogy ez a történet nem éppen a vidámságról és a nevetésről fog szólni. A játék főszereplője a 12 éves Luka, aki az elmúlt évek során mindkét szülőjét elvesztette, és jelenleg a nagymamája neveli őt. Legjobb barátja a hiperaktív rollo, aki különböző módszerekkel próbálja felvidítani őt, például egy mission control-nak nevezett közös rejtek kiépítésével, ahol a kedvenc képregényük történetét újrajátszva egy időre teljesen megfeledkezhetnek a cudar valóságról. Azonban a két jó barát hákaratlanul is, de egy óriási, a teljes kisvárosukat behálózó összeesküvésbe keveredik. A teljes történetet egyébként egy narrátor olvassa fel egy olyan könyvből, amit mi játékosok írunk. A játék legnagyobb érdekessége abban rejlik, hogy a végső, úgymond valódi befejezést csak akkor tudjuk elérni, ha előtte az összes mellékes befejezést is felfedezzük. Ugyanis az interaktívabb rész során, amikor Lukát mi magunk irányítjuk, akkor különböző úgynevezett varázsigéket tanulunk meg, Amik segítségével a könyvben megváltoztathatjuk a történetet, illetve más jelágazásokba terelhetjük a cselekményt. Mindezt végig nyomon tudjuk követni egy cselekményfa segítségével, és ezekhez a döntési pontokhoz bármikor visszatérhetünk majd. De, hogy ne kelljen ugyanazt többször is végig a játék külön megjelöli azokat a varázsigéket, amelyek potenciáját már teljesen kihasználtuk. Az, hogy egyet döntéshez vissza tudunk menni és meg tudjuk változtatni azt, nem egy újfajta koncepció, hisz ilyesmit láthattunk már különböző japán vizuális novellákban, mint például az AI Somniumnál vagy a Zero Escape sorozatnál is. Azonban, amíg az előbb említetteknél elég sokszor megtörténik az, hogy néhány párbeszéd megismétlődik, addig a Beacon Pines-ban ilyesmire sosem kerül sor. Minden egyes új szó használatakor valóban úgy érezheti a játékos, hogy tényleg sikerült megváltoztatni a cselekményt, tehát nincsenek ismétlődő párbeszédek, minden teljesen újnak hát. Másrésztről viszont, és ez talán a tesztalanyunk egyetlen nagy negatívuma, hogy amíg az említett japán játékokban a történet főszalának a lezárásai az előzőleg választott döntéseink alapján teljesen különböznek egymástól, addig a Beacon mindössze egyetlen valódi befejezés létezik. Itt feltehetjük a kérdés, hogy mire volt jó akkor ez a sok döntési lehetőség a könyvben, ha úgyis végig azt az egyetlen jó befejezést keressük. A fejlesztők ezzel a húzással próbálják megválaszolni a cselekmény égetőbb kérdéseit, vagy, és ez leginkább a játék elejére jellemző, Jól megkeverni a játékost, hogy még véletlenül se tudja, hogy melyik karakterben lehet megbízni. Azonban némelyik befejezés nem, hogy rávilágítana, de még rejtélyesebbé a olyan fejvakarósát gyúrja a történetet, és a játékos joggal gondolkodik el a valódi befejezés után, hogy most akkor mégis mi a túró folyik ebben a városban. A körülbelül hat órás alkotás végig fent tudja tartani a feszültséget, és nem csodálkoznék rajta, ha valaki együltében végigjátszaná a Beacon Pines-t. Ez talán annak is köszönhető, hogy a készítőknek sikerült egy olyan történetet írniuk, amelyből tökéletesen visszaköszön az egyes Stephen King regények és a Stranger Things első évadának a legfőbb mondanivalója: a barátság és az emberség megőrzése akkor is, ha valami gonosz dolog áskálódik körülöttünk. Annak ellenére, hogy néhol már-már ijesztő a történet, azért sokszor meg is mosolyogtát. Leginkább Rolló karaktere sikerült jól, aki bármilyen pillanatban képes elsütni valami poénosat. Ez egyébként az animációra is jellemző, amikből viszonylag kevés van. A karakterek többsége ugyanis egy helyben áll a városban, vagy maximum kisét áll a képből, ha a jelenete úgy hozza. Luka viszont ugrani is tud, még ha ennek semmi jelentősége sincs. Maga a város szabadon bejárható, és szinte az összes benne található karakterrel elbeszélgethetünk valamiről. Ezek a beszélgetések a fontosságuktól függően vagy szövegbuborékokon keresztül, vagy a vizuális novellákból ismert stílusban történnek. Választási lehetőségek nincsenek a párbeszédekben, az összes döntésünket a könyvírásakor hozzuk meg. Fejtörők és leltár nincs a játékban, ami kicsit meglepő is lehet, ugyanis manapság már ilyesmiket is bele szoktak építeni egy vizuális novellába. Említést érdemel még az is, hogy az egész játékot lényegében három ember, Matt Meyer, Ilz Harting és Brent Calhoun hozta össze. A Beacon Pines egyetlen szinkronhangját a narrátor kapta, akit Kirsten Mays alakít. A zenei aláfestés egy jó vizuális novellához híven nagyon hangulatos és fülbemászó lett. Nem lepne meg, ha néhány hónapon belül megjelenne belőle egy limitált viniles kiadás. A néhány furcsa és kissé megmagyarázhatatlan befejezéstől eltekintve nem igazán tudok túl sok negatívumot felhozni a Beacon pines kapcsolatban. A csavaros története, a fülbemászó dallamai és az emlékezetes karakterei miatt az év egyik legjobb vizuális novellája lett. És mivel sokkal interaktívabb ez a novella, mint a hagyományos zsánner darabok szoktak lenni, ezért bátran ajánlom azoknak is, akik esetleg még ócskodnának a műfajtól. Mert ha valamivel kezdeni kell, akkor a Beacon Pines egy tökéletes választás erre a feladatra. Köszönjük, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok rá egy lájkot, like és ha még nem tettétek meg volna, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, mert a jövőben további videókkal várunk benneteket. Érdemes ellátogatni az adventuregames.hu oldalunkra, ahol olyan cikkeket és ismertetőket is találtok majd, amikhez nem készítettünk videókat. Találkozunk a következő alkalommal, sziasztok!